még csak 13 éves, de már javában nyeri a nemzetközi elismeréseket a motocross világában, Kovács Ádám Zsolt. Az ifjú versenyző nem is olyan régen bronzérmet is el tudott hozni a Gájdorban rendezett futamon. Most itt van velünk ő is. Szia, jó reggelt! Itt van a papa, Kovács Ferenc, illetve hát az edző, Nagy Norbert. Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Mi pontosan ez a kategória, mert ezt nem tudtam értelmezni. Gyönyörű a motor, és gyönyörűen jöttél be vele. Ez egy 85 köbcentis KTM cross motor. Azt hiszem 30 pár lóerő. Igazán ennyi. És jó nagyokat lehet vele ugrani. Mikor jött a fiúnál az, hogy tehetséges lesz ebben a sportban? Egészen kicsi korától, mit tudom, az ember fölül a biciklire, akkor már látja, hogy ügyes lesz, és utána jön alá még a motor is? Hát ő előbb motorozott, mint biciklizett. Komolyan? Igen, ő pici korából, akkor még én motorozgattam a motor szinten, ő pici korából már meg... Pici korában nagyon szeretett volna motorozni, még nem tudott biciklizni, úgyhogy kapott egy kis kvadot, és abból ő mindenképpen pályán akart menni. És ahogy kicsit tudott kétkerekezni, rögtön motorra ült, és én úgy emlékszem, hogy később tanult meg biciklizni. És azóta tart ez a szerelem? Igen. De jó. Azóta, így van. Bár én nem is tudom, ugye nagyon kicsi koromban kaptam egy kvadot, és én azt utána nagyon megkedveltem. És mondom, 5 évesen kaptam egy cross motort, és... Nagyon tetszett igazán, és 6 évesen kezdtem. Mi az, ami ebben vonzó? Az illata a dolognak, vagy a szaga, ahogy a gőz kiárad, a sebesség, a micsoda? Igazán a versenyzésben, hogy küzdeni kell azért, hogy jó legyen az eredmény, meg igazán rajtnál is ugye jól el kell jönned ahhoz, hogy igazán jó eredményed legyen. Nehéz sport szerintem. Norbert, mennyire jellemző az, hogy ilyen viszonylag fiatal srácok ilyen komoly eredményeket elérnek világszinten? Ezt a sportot azért nagyon korán el kell kezdeni ahhoz, hogyha valaki felnőve a világ elejébe szeretne lenni. Akkor köszönjük a papának, hogy támogatja a fiút. Így van, így van. És annyit javítanék, hogy én nem az edző vagyok, hanem a csapatnak a csapatkoordinátora, de én is rálátok azért a fiúk edzésére, és nagyon-nagyon sok munkát kell nekik hétközben beletenni ebbe a sportba, úgy a fizikális felkészülés terén, úgy a motorozás technikának a csiszolgatása, javítása terén. Ez szinte egy teljes embert kíván, szóval ez inkább úgy szoktuk mondani, hogy ez egy életforma, mint egy sport. És hogyan lehet ezt az életformát, amit Norbert itt említ, otthon a hétköznapokban biztosítani? Mert azért látjuk, hogy nagyon komoly versenyző lesz belőle, már most is az, de hogy ugye meglegyen neki lelkileg, fizikálisan, minden tekintetben az, amire szüksége van. Hát ez teljes családi hátteret igényel, tehát ezt nem tudnánk egyedül csinálni, ehhez kell a szükség a családnak a többi részéről, az anyukája részéről, neki ahhoz ő hozzáállása a legfontosabb, hogy ő akarja igazán, hiszen az iskola is mellette. Látom a szemei, hogy mennyire akarja egyébként, tényleg, tehát teljesen nem el van varázsolva ilyen tekintetben, jó értelemben. Ehhez az is kell, hogy már kis korában tudja azt, hogy az iskolában ugyanúgy teljesíteni kell ez mellett, de ő föl kell reggel, és reggel kezdje a kondicionáló edzését, aztán elmegy iskolába, ha itthon vagyunk, ugye mert sokat vagyunk külföldön, de ha itthon vagyunk iskolában megy, és utána délután a motoros edzések. A suliban ugyanolyan elvárások vonatkoznak rád, mint a többi gyerekre? Igen, eddig majdnem minden fél évben sikerült kitűnőnek lennem. Azt a mindenit, tehát ez nem semmi. Mire viheti ő? Ő az egyik legnagyobb tehetsége a magyar motocross sportnak. Tehát ő most 13 éves jelenleg, a 65 köbcentis kategóriában, ami a 9 és a 11 éves korosztályt célozza meg, már ott is nagyon szép eredményei vannak, egy világbajnoki rangú versenyen ő második lett, és hát igazából határa csillagos ég, akár ő, hogyha most hasítani kellene egy másik sportra, akár Lewis Hamilton is lehet, hogyha így folytatódik a pályafutása. Képes egyébként ezt, hogy mondjam, nem csak a csapat, meg nem csak a családi háttér, hanem általában véve a pszichéje elviselni ezt a terhet? Mert azért itt nagyon nagy szavakról, vagy nagyon nagy gondolatok hangzottak most el. Nagyon fontos, hogy mivel gyerek, ezt tudnunk kell, és ezt mindannyian tudjuk, hogy úgy addig csináljuk, amíg ezt tudjuk élvezni is. Tehát ennek az élvezeti faktor része a rettentő nagy fizikai és egyéb megterhelés mellett az egyik legfontosabb, hogy ő élvezze azt, amit csinál. Én azt gondolom, hogy ha esély van arra, hogy ő ilyen karriert fusson be, ahhoz olyan siker fogja övezni az útját, hogy ez meghozza azt az élvezeti faktort, amivel minden további nélkül el lehet, mert azért ennek vannak nagyon szép oldalai is, tehát nem csak a küzdelem. Nagyjából 20 másodpercünk maradt, itt Gájdorfot említettem és a győzelmet. Mi most a következő nagy akadály? Ezen a hétvégén lesz ilyen magyar bajnokság, az is jó, igazán. Azt hiszem az utolsó ilyen ADAC MX Masters német bajnokság, az aztán 3 hét múlva lesz. Egy nagy kalappal akkor neked, meg nektek is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Óriási dolog. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.